Félmilliárdos kár. Tart a helyreállítása a vihart szenvedett szatmári településeken, de a biztosítók alulbecsülik a kár mértékét, ezt mondják a térség polgármesterei. Extrém időjárás, kidőlt fák, leszakadt tetők, lerombolt épületek, teniszlabda nagyságú jég és orkán erejű szélvihar. A szakemberek szerint mindez a klímaváltozás miatt tapasztalható. Változás előtt új burgonyafajtákat kell bevezetni a piacra, a régi típusú növények ugyanis elöregedtek és már nem korszerűek sem a szántóföldeken, sem a konyhákban. A biztosítók alulbecsülik a károkat, a vihar sújtotta a szatmári településeken, mondták el a térség polgármesterei szerkesztőségünknek. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Rozsályban 300 millió forintra lenne szükség a helyreállításhoz, Zajtán 200 milliós a lakóingatlanokban keletkezett veszteség. A jövő heti kormányülésen dönthetnek arról, kaphat-e támogatást az érintett 13 település. Befóliázott házak Rozsályban. A településen a június végi viharkár nyomai még mindig látszanak. Sőt, több lakóháznak még mindig szüksége van fóliás megerősítésre, mert hogy a változékony esős időjárás, ami a napokban is tapasztalható, tovább rongálhatja a házakat. Jelen pillanatban megpróbáljuk megerősíteni lécsekkel a fóliát, és ahol nagyon nagy a fóliának a tönkremenetele, ott pedig megpróbáljuk pótolni ezt a részt. Sajnos már nem nagyon tudunk fóliát vásárolni, hiszen a védekezés az lezárult, van az időszakban lehetett csak fóliára, és most már megpróbáljuk a régiekkel pótolni. A kárfelmérés befejeződött a településeken. Rozsályban 300 millió forintra lenne szükség a helyreállításra. A régi építésű és palatetős házak tetőszerkezetének javítása kerül sokba. A korábbi palatetős házakat sajnos arra már palát visszarakni nem lehet, hiszen ezek aszbeszttartalmú palák voltak korábban, és azokat teljesen át kell létezni, és teljesen új fedéssel kell ellátni. Rozsályban a lakóházak csupán 40%-ának volt biztosítása, de a kárt szenvedett településeken úgy vélik, hogy a biztosítók alulbecsülik a károkat. A biztosítók elég alacsony összeget fizetnek ki. A szomszédomnak volt egy tetőcsere, egy komplett lemeztetőt tettek fel, az belekerült 500.000 forintba, és a biztosító fizetett neki 300.000 forintot. És akkor a festés, meg ilyesmiről még nem is beszélünk. Zajtán a helyreállítási költség 210 millió forint lenne. A jövő heti kormányülésen dönthetnek arról, milyen segítséget kaphat a viharkárt szenvedett 13 szabolcsi település. Több mint 1000 lakóházat kell rendbe tenni. Már június végén több karitatív szervezet is elkezdett gyűjteni, köztük a Magyar Vöröskereszt. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskeresztnek a katasztrófa segélyalapja által, illetve az országos gyűjtési akciója által nagyságrendileg 10 millió forint értékben tudja építőanyagokkal támogatni a júniusi jégkár által leginkább érintett településeknek a lakóit. Ezeket az eszközöket, ezeket az építőanyagokat az elkövetkezendő hetekben fogjuk beszerezni és eljutatni ezekre a településekre, hogy enyhítsük ezeket a károkat, és meg tudjuk szervezni ezeknek a tetőszerkezetnek a helyreállítási munkáit. A szervezet önkéntesei a jövő héttől a károsultak ingatlanjainak helyreállításában is segítséget nyújtanak, és adományvonalukon várják a további felajánlásokat. Délelőtt kánikula, majd délután már őszies időjárás. Kidőlt fák, leszakadt tetők, lerombolt épületek, teniszlabda nagyságú jég és orkán erejű szélvihar. Az elmúlt hetek időjárási képe ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szakemberek szerint az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek a klímaváltozás miatt tapasztalhatóak. Ezek a képek Csengerben készültek júniusban, amikor óriási vihar pusztított a szatmári térségben. 13 településen okozott károkat a rendkívüli időjárás volt, ahol teniszlabda méretű jég hullott, közel 800 ház tetőszerkezetét rongálta meg a vihar. A mezőgazdaságban is jelentős volt a pusztítás, a gyümölcsösökben 100%-os kárt okozott a jégverés. Még régebben akkor is voltak jégesők, de a jég mérete az alapvetően csak nagyon-nagyon ritkán haladta meg mondjuk a cseresznye méretnél nagyobb méretet. Most akár teniszlabda méretű jég is kialakulhat. Ez pedig amiatt van, mert nagyon heves a feláramlás, nagyon nagy a hőkontraszt, tehát alul meleg, fölül nagyon hideg a levegő,
a túlhűlt víz az hihetetlen gyorsasággal képes megfagyni. Ezek a túlhűlt vízcseppek alapvetően a felhőben nem nagy méretűek, de mivel nagyon örvénylik a levegő, ezek összeütköznek és pillanatok alatt növekednek. A szakember elmondta, már a korábbi évszázadok komoly viharairól is számolnak be levéltári források, ám mostanában sokkal gyakrabban fordulnak elő és intenzívebbek a viharos periódusok. Magyarországon vannak olyan térségek, és pontosan az északkeleti rész, tehát mondjuk Szabolcsnak is az északkeleti része, ami fokozottan veszélyeztetett, mert a Kárpátok vonulata a meglóduló légtömeget fölszállásra kényszeríti. Ez tehát azt jelenti, hogy abban a térségben, tehát Garbolc, vagy Tarpa, vagy Gulás térségében, a későbbiekben is lehet arra számítani, hogy lesznek ilyen heves viharok, hiszen a hegyek azok ott maradnak. Kockázatos időjárási események tehát továbbra is előfordulhatnak. Ilyen vihar nem várható a hétvégén, a keleti országrészben azonban jelentős mennyiségű csapadék ígérkezik, erős marad a légmozgás és kellemetlen, szinte őszies időnk lesz. Felcsúti Kisvasútra, stadionokra és sportcsarnokokra jut pénz, csak arra nem, amire valóban kellene, jelentette ki az MSZP megyei alelnöke nyíregyházi tájékoztatóján. Halmi József kiemelte, az elmúlt időszakban fagy és jégkár is sújtotta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ám még mindig nincs megoldás és tényleges segítség. A politikus szerint a Fidesz-KDNP mindenre költ, csak arra nem, ami közvetlenül segítene az embereknek. Nincs pénz nyugdíjemelésre, 0,9% nevetséges, azt gondolom. Nincs pénz az egészségügyre, mert hogy lehet itt dumálni, hogy mennyi pénzt pumpáltak, be kell menni egy sürgősségre és megnézni, hogy működik. Nincs pénz idézőjelben az oktatásnak arra részére, amellyel egy kicsit az emberekhez közelebb vihetnénk az oktatást, és nincs pénz szociális ellátásra, nincs pénz közmunkára, nincs pénz semmi olyan dologra, ami az embereket közvetlenül érinteni. Új burgonyafajtákat kell bevezetni a piacra, a régi típusú növények ugyanis előregettek, és már nem korszerűek, sem a szántóföldeken, sem a konyhákban. Ezt mondták a szakemberek egy fajtakísérleti bemutatón Nyíregyházán. Kiemelték, az étkezési szokások megváltozása miatt fontos a burgonya íze, és hogy könnyen kezelhető legyen, például ne legyenek mély rügyei. Ezek a légi felvételek egy burgonyafajta kísérleti bemutatón készültek. A sorok között vannak sütni és főzni való fajták, de olyanok is, amikből gombócot vagy akár chipset a legideálisabb készíteni. A Nyíregyházán tartott burgonyafajta kísérleti bemutatót megelőző konferencián a szakemberek egyetértettek abban, hogy ideje frissíteni a régióban használt nemesítéseket. Vannak olyan burgonyafajták, amiket még ma is termelnek ebben a régióban is, amik 20-25 éves nemesítési időre tekintenek vissza. Ezek a fajták előregednek. Új rezisztens fajtákat kell a piacra bevezetni, amelyiknek a célja az, hogy a háziasszonyoknak, illetve a felhasználóknak a munkáját könnyítsék abban a tekintetben, hogy ne legyenek mélyrügyei, jól használhatóak legyenek, és nagyon fontos az is, hogy a megnevezésüket megismerjék. Bár a mezőgazdasági szakemberek szerint gazdaságosan lehet burgonyát termelni, az ültetvények nagysága mégis évről évre csökken az országban. Ennek egyik oka, hogy egyre kevesebben értenek az érzékeny és könnyen romló növényhez. Az ágazat fellendítése érdekében a rendezvényes stratégiai együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH és az Országos Burgonya Szövetség Terméktanács. Magyarországon évről évre csökken a burgonya termőterületnek a nagysága, és azt is el lehet mondani, hogy nem csak a termőterület nagysága, egyáltalán a burgonya fogyasztás csökken Magyarországon. Nem divatos Magyarországon talán most már burgonyát fogyasztani, mások az étkezési szokások, és szeretnénk, hogyha ez a megállapodással egy kicsit ezen a burgonya ágazatnak a jelenén, a jövőjén tudnánk lendíteni. Ez azt jelenti, szeretnénk, hogyha növekedne a burgonya elállító területe, több burgonyát fogyasztanának a magyar emberek, illetve ezen belül a burgonya természetterületen belül a burgonya vetőmag szaporításoknak a nagyságrendje is növekedjen. A rendezvényen Baracsi Endre azt mondta stábunknak, a megyei önkormányzat támogatja a versenyképes élelmiszerek termelését, ezért a szakmai rendezvények kiemelten fontosak az ágazatot érintő ismeretek megosztásához. Az ilyen is ehhez hasonló rendezvényeknek a legnagyobb jelentőség az a tapasztalatcsere.
jó gyakorlatoknak az átadása, illetve azoknak a tapasztalatoknak a megosztása, amely segít áthidelni azokat a problémákat, amelyek a termesztés során előfordulhatnak, és ugye a burgonyánál is természetesen így van, és ezért gondoltuk azt, hogy mindenképpen a, úgymond igazából az erkölcsi támogatásunkkal szeretnénk hozzájárulni a rendezvényhez, mert a megyei önkormányzatnak is kiemelt célja a versenyképes élelmiszerek előállítása, és ennek szellemében alkottuk meg a stratégiánkat is, amelynek az egyik célja kifejezetten a versenyképes élelmiszergazdaság fejlesztése, és ebbe természetesen a burgonya ágazat is beletartozik. A konferencia után a résztvevők együtt nézték meg a fajta bemutatót. A közeli burgonyaföldön megismerhették azokat a típusokat, amelyeket a közeljövőben szeretnének elterjeszteni. A szervezők azt mondták, ideális esetben 4-5 féle különböző burgonyára lenne szükség a piacokon. Ítélkezési szünet kezdődik az ország bíróságain mától. A törvénykezési szünet egészen augusztus 19-éig tart majd. A polgári perrendtartás ezt az egyhónapos egységes szabadságot még 2009-ben vezette be, de nem ismeretlen fogalom ez nemzetközi szinteken sem. Az Európai Unió bíróságain is van hasonló. Az ítélkezési szünetben a határidőket is máshogy kell számolni. Így például egy július 1-én kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak augusztus 23-án jár le. Polgári ügyekben azonban van kivétel, amikor a jogalkalmazónak biztosítani kell a folyamatos működést, például ha a törvény valamilyen soron kívüli eljárást ír elő. A bíróságokon azonban a munka nem szünetel, iratok benyújtására és kikérésére folyamatosan van lehetőség, valamint rövidebb ügyfélfogadási rend is működik. Egészségkárosító lehet az olcsó napszemüveg. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdték az edzéseket a nyíregyházi tekézők. A negyedik szuperligás szezonjára készülő együttestől senki sem távozott, viszont két új játékos csatlakozott a csapathoz. Az NTK augusztus első hétvégéjén rendezi meg a Kárpát-kupa 4 csapatos nemzetközi tornát. A pénzügyőrese színeiben induló Mester Gyula nyerte a legjobbak versenyét a 35. nyírségi torna nemzetközi sakversenyen. A B csoportban a pécsi Juhász Zoltán, a C csoportban a nyíregyházi Dán Marcell, a gyerekeknél pedig a hajdúböszörményi Boros Brigitta végzett az élen. Egészségkárosító lehet az olcsó napszemüveg. A szakemberek szerint nem csak az UV szűrés fontos egy napszemüveg kiválasztásánál, több jellemzőre is oda kell figyelni, különben jelentősen ronthatja a látásélményt és a látást is a divatos kiegészítő. Napsütéses időben Nyíregyháza belvárosában is látszik, hogy a járókelők közül sokan óvják szemüket a napsugarai ellen. Azonban a szakértők szerint oda kell figyelni, hogy milyen minőségű kiegészítőt veszünk fel. A kiválasztásnál a divaton és az áron kívül fontosabb jellemzőket kell szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy az UV-sugárzás szűrése, megfelelő szűrőhatású szemüveglencse, erről már mindenki hallott. Ezen kívül nagyon fontos még az, hogy mi általában szoktuk javasolni, hogy polarizált legyen a lencse, sokkal jobb látásélményt lehet elérni egy polarizált lencsés napszemüveggel. Nagyon fontos a kontrasztfokozó hatás, és az, hogy ne torzítson a szemüveg, és innentől kezdődik az, hogy nagyon sok szemüvegnek megvan a UV szűrő hatása, amit elvárnak, még azoknál is, amelyeken olcsó kategóriások, viszont a többi fontos specifikációt már nem tudja. A látszerész azt mondja, ha nem megfelelő a lencse UV szűrése, azzal komoly károsodásokat okozhatunk a szemünkben. A sötét lencse mögött ugyanis a pupillák kitágulnak, és még több káros sugárzást engednek a szembe. Akinek hagyományos szemüvegre van szüksége, annak is érdemes fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveggel védekeznie a nap ellen. Mind a kettőnek tökéletes az UV-szűrő hatása. A dioptriás napszemüveglencsének fix a színe, és ott már többféle opciót lehet választani. Elég gyakori már, hogy polarizált lencsét kérnek. Ennek az elsődleges szempont, vagy előnye az, hogy például szabadtérben a vízszintes síkból jövő zavaró tükröződés teljesen kiszűri, ilyen, ami a szélvédőn jelentkezik, ez a tükrözés, illetve a víztükörnek a csillogását is teljes egészében kiszűri. Szűcs Péter hozzátette, ha a napszemüveg viselése rossz látásélményt, fejfájást, kellemetlen érzést vagy szédülést okoz, azt nem szabad tovább hordani.
Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcán. Egy autós úgy fordult ki egy magántelepről a főútra, hogy nem vette észre az arra szabályosan közlekedő motorost, így ütköztek össze. A motoros megsérült, őt kórházba szállították. A rendőrök félpályás útlezárás mellett helyszíneltek. Baleset történt a 4-es számú főúton is Nyírpazony és Kőlapos között. Egy autós úgy akart balra kanyarodni egy mezőgazdasági területre, hogy nem adott elsőbséget a vele szemben érkező személygépkocsinak. Az ütközés során ketten sérültek meg, őket a mentők kórházba szállították. Mindkét autóban jelentős a kár, a rendőrök itt is váltakozva engedték a forgalmat a helyszínelés ideje alatt. Elkezdték az edzéseket a nyíregyházi tekézők. A negyedik szuperligás szezonjára készülő együttestől senki sem távozott, viszont két új játékos csatlakozott a csapathoz. Az NTK augusztus első hétvégéjén rendezi meg a Kárpát-kupa 4 csapatos nemzetközi tornát. Csütörtök délután megtartották a szezon első edzését a nyíregyházi tekézők. Amatőr csapatról lévén szó, munkahelyi elfoglaltság miatt akadtak hiányzók, de az elmúlt bajnokságban 9. helyen végző együttes valamennyi tagja ott lesz majd az első hivatalos mérkőzésen. Senki sem távozott tehát, viszont érkezett két új játékos, Éliás Gábor egy hosszabb kihagyás követően tért vissza, Szlovenszki Attila pedig az NB3-as csapattól került fel a legjobbak közé. Minden évben így szoktuk kezdeni július közepén az edzéseket. Azt lehet mondani, hogy az utolsó héten majd, augusztus 27-én a Sáris kupán veszünk majd részt, most már hagyományoknak megfelelően a szlovákiai nagysárosan, és akkorra már fel kell, hogy pörögjön ez a csapat. Bízunk benne, hogy ez a bő egy hónapnyi edzés lehetőség, ami heti két alkalmat jelent, itt a két csütörtököket foglalja ezt magába, ez mindenképpen elég lesz majd, mint ahogy azt lehet mondani, az előző években is sikerült mindig utolérni magunkat az utolsó előtti hétre. A csapat legrutinosabb játékosa, Szlovenszki Tibor az elmúlt szezonban mind a hazai eredményeket, mind az idegenbeli faátlagot tekintve a legjobb nyíregyházi tekézőnek bizonyult. Az előttünk álló szezonban is tőle várják a legtöbbet, de elmondása szerint ez egyáltalán nem jelent terhet számára. Minden év ugyanúgy kezdődik, szeretnék a csapat legjobb lenni. Természetesen nem azt jelenti, hogy az ember most önmagára gondol, hanem ha én egyéniben jó vagyok, akkor a csapat számára is jó vagyok. A Superliga szeptember első szombatján rajtolt 12 csapattal. A nyíregyháziak célja a biztos bennmaradás, és ha minden a terveik szerint alakul, szeretnének előrébb lépni a legutóbbi 9. helynél. Az NTK a megszokott októberi időpont helyett ezúttal augusztus első hétvégéjén rendezi meg a Kárpát-kupát, amelyen a hazaiak mellett a szerbiai Magyar Kanizsa, a szlovákiai Nagysáros és a romániai Marosvásárhely játékosai lépnek majd dobóállásba. A Pénzügyőr ese színeiben induló Mester Gyula nyerte a legjobbak versenyét a 35. nyírségi torna nemzetközi sakkversenyen. A B csoportban a pécsi Juhász Zoltán, a C csoportban a nyíregyházi Dán Marcell, a gyerekeknél pedig a Hajdú Böszörményi Boros Brigitta végzett az élen. A 9 fordulós viadalon 130 sakkozó ült asztalhoz. A mennyiségre talán igen, a minőségre viszont semmiképpen sem lehetett panasz a 35. nyírségi tornán. A viadallal egy időben 5 hasonló erősségű sakkversenyt is rendeztek az országban, így érthető, hogy többen is a lakhelyükhöz közelebbi megmérettetés részesítették előnyben. Így is 130-an ültek asztalhoz a nyíregyházi Széchenyi szakközépiskolában, ahol nagyon sok parti csak a végjátékban dőlt el. Nagyszerű partikat vívtak a sakkozók, úgy is mondhatnám, hogy ott haltak meg a sakktáblán, tehát két királyig az utolsó leheletükig küzdöttek, és igen sok meglepő eredmény született, főleg a mesterek csoportjában. A FIDE mesterek végeztek az első 4 helyen a mesterek csoportjában, őket azonban rendkívül sokszor megtréfálták a kisebb sakkozók. Így például a 13 éves nyíregyházi Tóth Tibike, a Piremonnak az ifjú titánja, sötét figurákat vezetve megadásra késztette az ukrán Prokopisin fidemestert, aki korábban már meg is nyerte a mesterek tornáját, tehát igazán szakmai nehéz súlyú sakkozó. Ezt a partit be is mutattuk a Lólépésben sakkmagazinban. Tibike egy olyan ötletet valósított meg, ami kivétel a sakkelvek a sakkszabályuk alól, és az ő nagyszerű tudását és sakkérzékét bizonyítja, hogy meg is találta ezt a kérdéses motívumot. A régió legrangosabb tornáját követően a csapatbajnokság rajtjáig kisebb egyéni versenyeken indulhatnak a megyebeli sakkozók.
Minden évben szeptemberben indul be a nemzeti csapatbajnokság, az NB2-nek a szezonja, és egyúttal ekkor indul be a megyei csapatbajnokság is. Ezek után a sakkozók hetente, két hetente, vasárnaponként NB2-ben, megyei csapatbajnokságban versenypartit játszanak. A munkanapok munkával és a vasárnapi partira készüléssel telik el a jobbak esetében. Egyéb iránt az uborka szezonban, tehát szeptemberig még néhány rapid és snell verseny lesz a megye sakk életében, illetőleg a megye sakkozói kinek hogyan engedi a pénztárcája. Az ország, illetve Európa különböző városaiba indulnak el sakkversenyen ellenőrizni a formájukat, felpörgetni a tudásukat. A rapid versenyek közül a legrangosabb a nagyidei emlékverseny, amelyet augusztus 27-én rendeznek Tiszavasváriban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A biztosítók alulbecsülik a károkat, a vihar sújtotta szatmári településeken, mondták el a térség polgármesterei szerkesztőségünknek. Rozsályban 300 millió forintra lenne szükség a helyreállításhoz, Zajtán 200 milliós a lakóingatlanokban keletkezett veszteség. A jövő heti kormányülésen dönthetnek arról, kaphat-e támogatást az érintett 13 település. Délelőtt kánikula, majd délután már őszies időjárás. Kidőlt fák, leszakadt tetők, lerombolt épületek, teniszlabda nagyságú jég és orkán erejű szélvihar. Az elmúlt hetek időjárási képe ez Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A szakemberek szerint az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek a klímaváltozás miatt tapasztalhatóak. Új burgonyafajtákat kell bevezetni a piacra, a régi típusú növények ugyanis elöregedtek, és már nem korszerűek sem a szántóföldeken, sem a konyhákban. Ezt mondták a szakemberek egy fajta kísérleti bemutatón Nyíregyházán. Kiemelték, az étkezési szokások megváltozása miatt fontos a burgonya íze, és hogy könnyen kezelhető legyen, például ne legyenek mérügyei. A Kölcsei Televízió iradóját látták július 15-én pénteken. Hétvégén heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják majd. Friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is böngészték honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap hűvös, szeles, csapadékos időre lehet számítani. Már este eléri térségünket az a magassági hideg légörvény, amely borongós, őszies időjárást okoz a hétvégén nagy mennyiségű esővel. Éjszaka borult lesz az ég, jelentős mennyiségű csapadék várható eső-zápor eső formájában. Az élénk északi északkeleti szelet sokfelé erős, néhol viharos széllökések kísérik. Reggel általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is sok lesz a felhő fölöttünk, és további esőre, zápor esőkre kell számítani. Az északi északnyugati szél erős, olykor viharos erősségű lesz, délutánra 19 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Még vasárnap is marad az esős, szeles, hűvös időjárás, hétfőtől viszont sok napsütésre lehet számítani, csak elszórtan várható zápor, zivatar. Kedtől a szél is jelentősen mérséklődik. A hőmérséklet visszaáll az ilyenkor megszokott értékekre, a hét első felében a legmelegebb órákban 25 fokig melegszik a levegő.